Sziasztok! Ebben a mai videóban bemutatom nektek, hogy miket vásároltunk. Az Erzsébeti CBA-ban voltunk, minden onnan van, ha érdekel valakit. És vágjunk is bele. Az első dolog, Mizó laktózmentes tej. A következő termék Coca-Cola Zero cukor, koffeinmentes. Könnyűvételes. A következő egy Apenta szőlő üdítőital. A következő, amit vettünk, barna kenyér. Ennyi kilós, teljes kiörlésű. Mi nagyon szeretjük az ilyenfajta kenyeret. Azért az Erzsébeti CBA-ban vásároltunk, mert ott elfogadnak ugye szép kártyát is. Nézzük a következőt. Egy ilyen dalon. Ez van benne, látjátok, és akkor itt a joghurt. Mi ezt nagyon szeretjük. Egy sima tej, ami nem laktózós. Ez jön hátra. Akkor vettünk a CBA-ban márkától. Szerintem ilyen sós. A CBA-nak a márkája az a piros. A kicsőri a CBA-t, azt ugye tudja. 75 grammos. És ez most akcióban volt. Nézzük a következőt. Akkor vettünk szintú egy piros márkájú alufóliát. Ez általában a szendvicsek csomagolásához szoktuk használni. Legjobban a párom munkahelyéhez. A következően vettünk egy kofetát. A kávéhoz, mert már előszeretettel szeretik. Ennyi grammos. Mama szereti az kofettákat kávéba. Akkor vettünk Vénusz olajat. De valamikor zsírral is szoktunk főzni. Akkor Ceva Deluxe papírzsebkendőt. Akkor vettünk egy Montejuice üdítőitalt, kakaós csokis verzióba. Akkor vettünk egy CBA-s töpörtyűt, ilyen fűszeres. Nekem ez az egyik kedvenc töpörtyűm a fűszeres verzió. Jó. Azt nagyon szeretem. Vettünk magunknak egy Pepsi üdítőitalt. Hogy mondjam, én inkább Pepsi-s vagyok, mint Coca-Cola-s. De kinek mi. Vettünk burgonyát. Hétvégén pattalatot fogunk csinálni, mert jönnek a napok. Akkor vettünk még egy tejet, és ez van ráírva. Ez Tolle márkájú. Akkor a következő még vettünk CBS piros gabonagony csokis ízesítőben. És ennyi grammos. Szerintem a gabonatehelyben a muszáj pont a legdrágábbat megvenni, mert ugyanaz. Hanem a márkásat veszem meg, mint aki márkásat venni. De ugye érted? Akkor vettünk paprikát. Nagyon szeretjük a paprikát, itt szendvicsek be. A következő, amit vettünk, ilyen parajkrém. Mi így szoktunk csinálni. Spenótot. Ilyen fagyasztott volt, de így is fincsi. De meg lehet csinálni. Akkor vettünk még egy piros kézélyes pizzát. A paprikás ízesítésben ez meg sós. És ugyanannyi. És annyi deka, vagy hogy mondják, ja? Akkor vettünk. Szintű, hogy piros TVS, mosogató szivacsot 10 darabos. Komik.
narcyzy. Nie jest tego. Róż, szybiesz. Baba pisz kóta. De ezek a CBS termékek sokkal olcsóbbak voltak, mint a nem CBS termékek. Kimaradjunk ennyibe. Hogy megéri szerintem a saját márkás termékekből is venni. Ja. A következő. Házi sült, sát és zsír. Miért is szoktunk, ami ezzel is szoktunk főzni. Szerintem zsíra is tök jó főzni. Na. Akkor még jött velünk haza Vénusz Natur. Baj. Szóval tegyem. Telebb lesz a fűtő. De még hátra is megiszak. Akkor jött velünk egy rostamentes dörzsi szivacs, 3 darab van, 1 tasakba, vagy hogy mondjam. Akkor a párom vett magának Nivea-men tusfűtőt, aminek eszméletem baromi jó illata van, és ez 3 az 1-be. Vettem kávét, ilyen cafetero kávét, ameddig sokan nem tudja a kávét. Ez ilyen 3-1-ből kávé, mert a Nescafé sem sokkal drágább volt, mint ez. Úgyhogy ezért ezt választottam. Akkor jött haza Danon, könnyű és finom citromízesítésben. Én ugye a gyümölcsös joghurtokat nem szeretem, mert a darabjai miatt. De ma már megszeretem. Akkor jött haza. Jött ilyen domestos, lájmos. Akkor még jött velünk haza fehér nemű. Nekem. Ilyen arra is ez az okni. Akkor még egy ilyen domestos lájmos. Akkor jött velünk egy gyár, ilyen kamilla. Jött velünk ilyen zéró cukros. Tudom, mint a puszerdi. Ezt magamnak, ha megkívánom az egyeset. Jött velünk egy ilyen. Mondom, ezt is nagyon szereti. Kávégó. Úgyhogy fel van tározva. Akkor jött velünk, itt látjátok, hol vettük, Pik diák csemege. Én nagyon szeretem ezt a diák csemegét szendvicsekbe. És végül nem utolsó sorban jött haza velünk szívsonka. Így fizetünk 26 000-et. Az Erzsébeti CBA-ban. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor itt is nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és a kísérgőt is kapcsoljátok, hogy minden értesítés megkapjatok, új videó lesz. És a következő videóban találkozunk addig is. Sziasztok!